február 10-én volt a szülinapom, és úgy döntöttem, hogy ünnepeljük meg körülbelül 500.000 forintos utazással. Ahol megettem az ország legdrágább sztékét, meglátogattuk a legnagyobb és legfenszibb víziparkot, ahol valami vizét rám kentek, de még aztán a gravitáció is megfordult. Ezeket a drága élményeket össze fogjuk hasonlítani azzal, hogyha nem fizetünk semmit, szóval teleportálj kicsit vissza az időbe. Szóval a 0 forintos résznél a videóban az a szabály, hogy nem lehet pluszköltségünk. Csak azzal ünnepelhetünk, amink van, szóval autó, szánkó és a gyönyörű téli termész. Nézzük meg, milyen a költségmentes szülinap! Hát az... Nagyon jó! Készen állsz, Csoki? Készen állok! Let's go! Ez a szülinapi kaja, de finom! Ez az olcsó szülinap! Szánkók megkötve, kocsi bemelegítve, jöhet a szórakozás! Most ide képzeljetek el epic zenét! Epic zene, epikus zene, még annál is epikusabb zene, epic zene! Ez eddig jó, aztán leszke fog dőlni! Úgy érzem, mindjárt feldőlök! Gyorsabban! Ne gyorsabban! Ezt nem lehet tartani! Lassabban! Nyomjak rá, azt mondtad is van. Ember, le fogok esni! Le fogok esni! Eddig nem jó szülinap! Ne gyorsíts! Ne gyorsíts! Ne! Tipikus székely nap, halkít a megyébe, télen, egy seggtörő szimulátor, a seggem széttörtet. Mi van? Úgy érzem magam, mint egy eszkimó. A seggem széttörtet, a másik mondja, nem látok. Állj meg. Mondtam, hogy ne gyorsítsen be. Azt szólni bánt, hogy gyors. Nem gondoltam volna, ha nem fizetek semmit, akkor ilyen élményben részesülök. Na de mivel kinevettek engem, jöhet egy kis csere. Most Istvánt ültetjük fel a szánkóra. Most belelóg a pofám? Na jó, hát akkor... Mi ez a homos majom? Szerintem fagy le a csomóban. Hát sokáig nem bírta. Nem tudtam kapaszkodni. Nem történt semmi baj, de emellett nézzetek, milyen aranyosan próbálja lenni a feliratkozás gombot. Egyszerűen István nem tudja megnyomni, mert elfut előle. Hát a fog utánad futni. Szerencsére nektek teljesen ingyen van, szóval megköszönöm a feliratkozó, mert nagyon-nagyon hasítunk az 1 millió felé, ami durva. Sok sikert! Második felvonás! Hol érzed magad, öcsi? Hol érzed magad, szeg? Nem otthon vagy! Jó, Istvánnak az orcát kapja a hó rendesen. Nem látok semmit, orcát sem látok! Ezután, ha nem lesz, megfáhatsz valamit. Szóval, meg! Azt hiszed, otthon vagy? Hogy nézel ki? Tiszta víz, hallod, tiszta víz. Visszafele akartunk menni egy utolsó kör, csak felmerült némi komplikáció. Kiszakadt! Elszakadt! Sajnos a zsinór feladta a harcot, és nem akartuk ide becsatolni, mert az túl veszélyes lett volna, na de az autó viszont még az megvan, szóval úgy döntöttem, hogy Clemit kicsit meghordozom a hóba. Meg fogunk halni, neki menjünk annak az oszlop. Ne félj! De hogy megyünk? Mit akarsz? Versenyzős lesz. Most, hogy megvolt a költségmentes szülinap, a sapkából? Nézzük, hogy milyen az a szülinap, amikor nagyon drágább, nagyon drágább. Hol költünk pénzt? Menjünk Bukarestbe. Igen? Így van, egy másik nap Székelyudvarhelytől egészen leutaztunk a román fővárosba, azaz Bukarestbe. Megnézzük, hogy egyáltalán jobb élményekben lesz részünk, hogyha egy csomó pénzt elköltünk. Meg is érkeztünk Bukarestbe, és az első program az, hogy elmegyünk egy nagyon drága, nagyon puccos, sőt, a város legnépszerűbb étterembe, és elköltünk egy csomó pénzt. Fun fact, ennek az étteremnek több mint 44 ezer Google értékelése van. Azi az nem semmi. Kutatszom, hogy csak karél, sem más kumpunkáre, pentró persona. Szülinapon volt, szóval megleptem magam a legdrágább kajával, azaz a T-bone steakkel. Mivel itt nagyon drága minden, eldöntöttem, ma mindannyian a vendégeim vagytok, mit szóltok hozzá? Akkor én is a legdrágábbat kérem. Előd rendelt előételt, ami házi bableves volt ilyen kenyérbe, amit látjátok. Ez a legjobb leves, amit lehet enni a világon. Clemi valami nyulat rendelt különböző köretekkel és szósszal, Orsi egy klasszikus bécsi szeletet, Csoki és István tomahawk steaket rendelt, amit a pincérünk, aki egyben a séf is volt, szolgált fel nekik és sütötte meg, főleg Csoki élvezte azt az egészet, ő a nagy steakes közülünk. Előd is utána ribeye steaket rendelt krumplival, és én pedig, amit mondtam, a legdrágábbat, a T-bone steaket, amit még soha életemben nem ettem. Hát hogy néz ki ez? Hogy nem lehet erre a nyálam ne csorgatni? Oh my god! Életem legnagyobb és legdrágább steakje egyben.
Jó, nem csalódtam. Azt a helyet. Szaftos is szétfolyik a számba. Hallod ezt a zenét? Gyomlom, hogy jár most. De esküszöm, úgy lakomáztunk, mint a királyok. Minden az asztalon egyszerűen incsiklandó volt. Aztán pedig kijött a számla, ami nem volt annyira finom, de hát ez van, ez egy erős kezdés volt. Ár-érték arány szerintem nem éri meg, mert nagyon, de nagyon finom volt minden, de nem annyival finomabb, hogy 6-szor vagy 7-szer kell annyit kell fizetni. Úgyhogy menjünk is és váltsunk holnapra, mert sok-sok energiá lesz szükségünk, de mielőtt megtudnánk, hogy pontosan miért, egy nagyon gyors house tour. Ez itt a szállásunk, nézzétek meg! Oh my holy Jesus! Lámpa, tűzhely, asztal, tévé, mosógép, fürdőszoba, hálószoba, hátsó kert, függőágy, macska, barátnő, testvér, kanapé. Amíg jöttünk meg Bukarestbe, már valami masszázs rám akarnak sózni. Buonasera, masszázs erotik? Halló? Real masszázs erotik? Na jó, elég a hülyeségből. Elindultunk, ugyanis vár ránk az ország legnagyobb víziparkja. Jelentkezem innen a Terme Bukurest Wellness Központból. Minden szipi-szupi csili-vili, vannak medencék, csúszdák, szaunák. Én panaszkodni jöttem, eddig semmi se jó, semmi se új, és amit akarok, se engedték. Mi az, hogy panaszkodni jöttél ide? Mi a baj a porraddal? Nem tudom. Meg van olvadva az üveg? Jó! Nekem eddig nagyon tetszik, nagyon jó, csak nagyon szigorú. Nem lehet bevinni a telefont a medencébe, pedig lefotóznám a szexi koktélomat. Én szomorú vagyok, mert a nézőim több mint 70%-a már nincs feledkezve. Iratkozzatok fel rám, akkor boldog leszek. Amit még hozzátennék, ezek a férfiak nem hívnak meg egy italra. Tehát itt szomjazók. Előbb a kapucsinom bolyhatta. Ittam egy kortyot. Ezután benéztünk valami esőerdei gőzfürdőre, ahol kb. 45 Celsius volt bent, de aztán adtak nekünk valami kenceficét, amit ha magunkra kenünk, biztos ez egy szuperbőrünk lesz. Úgy nézek, mint egy holokauszti vietnámi szökemény. Nem kellett a hátamat itt a vállam körül a hogy pattanás. Micsoda? Be kéne enni! Ahol pattanásos? Igen! Ezt nem vettem videóra, de miután bekentem Csoki hátát, elmentünk egyet ebédelni, és amit el tudtok képzelni, itt minden volt a román kajától elkezdve az ázsiaig, az összes megtalálható. Ennek örömére István a kezemből a kamerát ki is ütött. Megvan. Nézzük, milyen a wellness koszt. Azt mondja, hogy ez rizs, halt, valami szósz a zöldségek. Elnézést a gusztustalanságért, de nagyon finom volt a kaja. Továbbra is ezután élveztük a medencéket. Ez kellemetlen. Ez a merülő delfin volt. Elmentünk valami infravörös terápiára, belemásztunk valami ásványanyagos vízbe is, lecsúsztunk még pár csúszdán, szaunáztunk, gyönyörködtünk a látványba. És aztán lassított felvételbe hagytuk, hogy a hideg víz a nyakunkba ömöljön. Látjátok István mennyire élvezi? Tadá, táte, fráte! Egészség! Köszönöm! Aztán eljött az utcsó nap, elindultunk, ugyanis meglátogatjuk az érzékek múzeumát is, ahol először is egy leklónozom magam rengetegszer. Valamit nem értek, mi túl sokat ütött. De nem érte, túl sokan vagy. Baszki. Ez a múzeum tele volt érdekességekkel, mint például ezzel a tükörrel, ami eltorzít, vagány fényekkel, optikai csalódásokkal. Hogy vagy ilyen kicsit te, Oleg? Összecsöktem! Hogy csöktél össze? Na meg így látszatra végtelen szobákkal, volt egy pad, amire a lefekszel egy csomó szeg jön ki belőle, és olyan, mint a felnyáshalna. Emellett képzeljétek el, volt egy szoba, ahol a gravitáció teljesen fordítva működik. Na jó, igazából csak minden a plafonra van ragasztva, és meg van fordítva. De talán a kedvencem ez a henger szoba volt. Jó! Nem jó! Nem jó! Szédülök! Nem tudom, videó mennyire jön át, de nagyon szédítő itt lenni egyébként. Volt itt még pár érdekesség, úgyhogy végeredmény azt mondom, hogy egyszer az életben ezt is megérte meglátogatni. De megváltoztál, Lajos. Ha. Közben bejöttünk egy fancy edzőterembe, amit látjátok, nagyon chillvi, nagyon puccos, nagyon minőségűnek tűnik itt minden. Kicsit átmozgassuk a befeszült izmainkat. Faszta! Ez nehezebb, mint gondoltam volna. Oh, menjünk kicsit, karozzunk is. Na, a főprogramokon kívül volt egy csomó költségünk, mint például a kaja, üzemanyag, meg még az IKEA-ba is be kellett nézni, meg minden egyéb helyre. Ezen kívül volt, amit készpénzzel is fizettem, szóval mindenre nincs bizonyítékom, de a trip végére súroljuk sajnos vagy nem sajnos az 500.000 forintos költséget. Most, hogy véget értek a programok, még egy nagyon-nagyon fontos dolog hátra van. Költségmentes szülnapot élvezted jobban, vagy a nagyon költséges szülnapot? Én a költségesebb vakációt éreztem jobban. Költséges szülnapot én is jobban élveztem. Én a költséges jobban élveztem. A nagyon költséges szülnapot. Te a költséges szülnapot, vagy a költségmentes szereted jobban?
A nap végén úgyis azt számít, ha van pénzed, ha nincs pénzed, hogy ezekkel a csórókkal vagy. Szóval egyben, amiről beszélünk, és a konklúzió is, ha költekezel vagy sem egy utazásra, vagy szülnapra, vagy bármire, a lényeg mindig az, hogy a barátaiddal és a szeretteiddel legyél, és akkor az élmény biztos, hogy jó. Én azt mondom, hogy itt van egy következő videó, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megnéztétek, dögöttek egy lájkot, és most ezt itt tessék megtekinteni most azonnal! István döngeti a WC ajtót, nem tudom, miért rájt a szapora, na mindegy, mielőtt még a bűz eléri a videó, addig Kati csatokán, na sziasztok!